ünnepi díszbe öltözött a Városháza terme erre az alkalomra. A hagyományoknak megfelelően a decemberi ülésen került sor a jó tanuló, jó sportoló, a kiváló kulturális tevékenységért és a Balatonalmádi város sportjáért díj átadására. Jelen voltak a legjobb diákokon kívül a szülők, pedagógusok és az edzők. Walter Rózsa, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte a díjátadóra megjelenteket. Elmondta, a magyar jövő záloga a magyar ifjúság, és Balatonalmádiban sok tehetséges gyermek nyújt kiváló teljesítményt valamely területen. Én nagyon örülök, hogy az a döntés született valamikor, hogy minden intézménytől megkérjük a jelölést, hiszen a városunkban azt gondolom nagyon sok tehetséges fiatal él. És én úgy gondolom, hogy már az is nagy dolog, ha valaki egy területen nagyon jó tud lenni, esetleg sport, vagy tanulmányok, vagy kultúra, vagy bármi, de vannak, akik több területen is igazán kiváló teljesítményt nyújtanak, és én úgy gondolom, hogy az iskolák valóban a sok jó és nagyszerű példaértékű teljesítményből ki tudják választani azokat a fiatalokat, akik megkapják ezt a szerintem szép és rangos városi kitüntetést. Jó tanuló, jó sportoló díjat vehetett át Csíki Lilla, a Vörösverényi Általános Iskola 8. osztályos diákja. Kitűnő tanulmányi munkája mellett úszásban ér el kiemelkedő eredményeket. Beválogatták a jövő bajnokai programba, ahol a magyar úszóválogatott is figyeli munkáját. Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy megkaptam. Tényleg nagyon hálás vagyok az összes tanáromnak, Zanati Laci bácsinak, az igazgatómnak, hogy jelölt erre a díjra. Az edzőmnek is nagyon köszönöm, a Kenyeres Tibornak, Vidrásának azt a 8 évet, amit végig dolgozhattam vele együtt. Tanáraimnak megköszönöm, tényleg végig kitartottak mellettem a nehéz időszakomban is, mert azért egy sportolónak eléggé nehéz napjai vannak. Az összes barátomnak köszönöm tényleg, akik kitartottak mellettem így eddig. Ugyancsak sportteljesítményért érdemelt díjat Sági Tamás, aki a Györgyi Dénes Általános Iskola 8. tanulója. Jeleskedik matematikában, több megyei versenyen kiváló teljesítményt ért el. A Balatonalmádi Sportegyesület igazolt labdarúgója. Jelenleg az U16-os serdülő csapat osztopos tagja. Az idei szezonban bemutatkozott az U19-es ifjúsági csapatban is. Sok munka van emögött, a díj mögött. Sokat kellett edzésre járni, hogy a sporteredmények ilyenek legyen. Rengeteg külön óra a tanulmányi versenyek elérése érdekében. Nagyon boldog vagyok, hogy megkaphattam ezt a díjat. Kiváló kulturális tevékenységéért díjat kapott Piller Luca, a Györgyi Dénes iskola 7. osztályos tanulója. 7 éves kora óta foglalkozik hangszeres zenével, énekléssel, tánccal. Rendszeresen részt vesz az iskola ünnepi és kulturális eseményein, szavalataival, énektudásával hozzájárul a közösségi alkalmak színesebbé tételéhez, méltó megünnepléséhez. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj kedvezményezettje, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából nyert el. Igazából nekem a tánc, meg a zene, meg az ének az boldoggá tesz, és úgy segít mindenen átvészelni. Ugye iskolai tanulmányaim során is ugye egyre nehezebbek, de a zene, az ének és a tánc az nekem egy kikapcsolódás, és mindenen segít. Mesicsi Jeromos a Vörösberényi iskolába jár. Az iskolai közösségi élet meghatározó személyisége, az iskola rádióban is aktívan részt vállal. Írásai komoly gondolkodásáról, gazdag lelki világáról árulkodnak. Nagyon sok gondolat volt a fejemben egy időben, és leszerettem volna írni, mert a többi embernek is el szerettem volna mondani, és erre a vers volt a legalkalmasabb. És elkezdtem verseket írni, és a magyar tanáraim ebben nagyon-nagyon támogattak, és így alakult ki, hogy a magyar nyelv iránt érdeklődöm. És ezért írok ennyi verset, mert így el tudom mondani a többi embernek, hogy mit érzek én igazából. Bagoly Anna a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola diákja. A zeneiskola évfolyam tanulója díjat már többször elnyerte. Rendszeresen részt vesz szolfés versenyeken, legutóbb bekerült az országos döntőbe. Szeretem a zenét, és ezért örültem, hogy ide járhatok, és tulajdonképpen én választottam ezt a hangszert, mert a szüleim zongorán akartak járatni engem csak. Nem volt hely, úgyhogy így akartam én hegedülni, és nagyon örültem, hogy ezt a hangszert választottam, mert nagyon tetszik még mindig, és közben még zongorázok is, és az is nagyon tetszik. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 11. osztályos tanulója irodalmi alkotásával első helyezést ért el az Írás és Szolidaritás elnevezésű országos programban. Kimagasló tanulmányi és kulturális munkája példaértékű szorgalommal párosul. Mindenképpen ez egy pozitív visszajelzés, hogy
amit csinálok, annak van valami értelme, és hogy nem szabad csüggednem, hanem hogy tovább kell csinálnom azt, ami érdekel, és azt, amiben jó vagyok, és hogy ennek végül meg lesz az eredménye. A díjazottak iskolájuk kiemelkedő tanulói, valamennyiükről elmondható, hogy kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, emellett művelik választott sportágokat, vagy azt a műveltségi területet, melyben sikereket érnek el. Példamutató tevékenységük, méltán viselhetik a kiérdemelt címeket, díjakat.